Hello, hello, sziasztok! Itt lennék egy újabb streammel. Minecraft. Ősz kezdéses Minecraft-ocska. Hát ez most nem lesz olyan hosszú lag, mint a tegnapi, de majd mi meglátjuk, jó? Majd elválik. És hát, ja. Hello, sziasztok! Hello, Andrés! Ja. Szia, Bandi! Szia, Andrés, és hadd mondjuk el, hogy Andrisnál is megy a live. Én találtam meg egy... Akkor üdvözöljük Andrisnek a nézőit is. Felkiáltó jel Andris. Azt mondja, nekünk is 8.45-kor kell beérni, de holnap 12-ig maradunk az iskolában. Ahol, azt, hát ez milyen már? Hát legalább délután 4-ig maradjatok. Aha, persze. Úgy is lesz olyan, amikor 2:30-ig benn leszek. És 3-kor nekem edzés, tehát nagyon jó össze lett hozva. Nekem általában 3-ig szokott lenni az iskola. De rossz. Laci, de ezt a falat ne vagy... Ja, de várj, itt még van. Egyébként tudod, miért hozták be azt, hogy 3-ig van az iskola, vagy 4-ig? Hát, hogy a szülők tudjanak ellenni. Nem, hogy sokják a 8 órás unszakot. A rabszolga sorsot előbb vagy utóbb megszokják, tudod? Hát igen. Ja, és egyébként ezt nem mondtam, hogy van az osztályban egy gyerek. Egy gyerek. Nem szívesen. Mert nem azért, hanem ilyen kicsit orvótlan modora van. Hát ez sok mindenkinek van. Nekem nem szék, nem baj az. Ja. Andris! Nagyon szépen köszönöm a támogatást. Támogatom. Megvetted a játékot tényleg, ha már itt vagy? Nem, mert vannak egyéb problémái még a játéknak. Beszélgettem, van egy ismerős, aki nagyon sokat játszik a játékkal, és már Zörli mióta megjelent a játék, azóta játszik vele, és azt mondta, hogy még ő is talál olyan bugokat a játékban, amire sose számított volna, hogy van. Te miközben a... Szia, medvekutya! Tehát amikor a... Ásod a földet, ugye, és utána meg elkezdesz szitálni, meg stb. Az még nem a... Nem áll a helyzet magaslatán, amikor megvan az adatmennyiségi aranyad, és akkor elmész, hogy csinálsz belőle rudat, és csak hogyha megcsináltad belőle a rudat, akkor tudod csak eladni ugye az aranyat. És hát van úgy, hogy amikor mondjuk van 10 unciád, és akkor abból csinálsz magadnak aranyrudat, akkor nem 10 unciát kapsz, hanem csak 5-et, és akkor már kevesebbért tudod eladni, mint amennyire el lehetne adni. Uh-huh. Meg egyéb ilyen finomság. Aludni kell. Ja, megyek már. Már még nem. Mindjárt megyek. Megyek már, húzok ki, van csónakunk. Az enyém, ne vidd el. Melyik az én ágyam? A lila. Jó, csak. Mindegy, megy. Zé. Clash Royale az egy undorító játék. Ja, nincs is tanítás holnap, értem. Holnap nincs tanítás, csak ilyen mennyibe, mert iskola kezdés körülbelül, tehát semmi más sem a mennyibe. Meg elmondják az órarendet, meg hogy... Fizikai fejt találva. Ki nem alszik? Fió, a fizikai fejt találva. Miért nem tudtok időbe lefeküdni komolyan? Nem se értem. Balázs! Menj onna! Le van némítva, Balázs! Azonnal feküdj le! Szőrnek vannak a hátszorú, éljen! Szállatom, Balázs! Maradjál ott! Most feküdj be, de azonnal, és ne rúgj. Hát, komolyan mondjuk.
aki nem alszik. De nem alszom. Mi csináltam ide bejárat meg a bányához is, csak azért, hogyha esetleg mégis jönnek, jön az őrjárat, tudod, mint a hármas, nem tudom minek hívják azokat, ne tudjanak ide bejárat. Azok csak a falukat támadják egyébként. Hát én nem tudom, de másik helyen ott rendszeresen támadtak minket, emlékszem, fényes nappal. Az igaz. Holnap 4-5 fájtő neki óra lesz. Nem. El vagytok ti már kényelmesedve. Bezzeg a médium. Nálunk a szünetekben meg hát akkor nem mennek a cigizések, azt kész szél. Mondjuk az egyik osztálytársam már az első napon kapott, egy igazgatóit. Én nekem is volt elsőben 99, akkor most milyen? Kutya se fogja megkérdezni a munkahelyen, hogy hány kérdezni. Meg azt se fogják megkérdezni, hogy hanyas voltál kémiából. Meg a másodfokú megoldó képetet se fogják kérdezni. Igen, meg az egyenletet se kéri. Ja, megrángattam a harangot, 6 kilométerre később szólalt meg. Most próbáltam az előbb egy kút megenni. Fél percig tartok. Ne egyéb, ne kívül, nem mondtam. De hasztalan, falusi. Nagy bántsad őket. Világító zsákállat. Balázs, ez hogy eltűnt? Én azt mondta, segíteni. Jó, eltűnt. Lebontani, aztán eltűnt. Ne. Akkor bonts le egyedül. Hát azt csinálom már, csirkéket. Ki akarjuk telepíteni. Telepíteni csirkéket? Aha. És alanyosokat? Igen. Mi bántjátok őket? Hát mert csirkepörkölt lesz. De nem lesz csirkepörkölt. Dehogy nem. Tudod milyen finom a csirkepörkölt? Mondtál? És ha belőle csinálnának csirkepörköltet, te szeretnéd, Laci? A sült csirke is. Az is milyen finom. Mikor indult a live? Mit tudom én? Lacinek 2 órával ezelőtt, nálam 10 perccel ezelőtt. 14 óra 5-10 körül indult. Ez ilyen baráti társaságos szerve, tehát ide nem jöhet fel akárki. Ha fizetsz 10 milliót, akkor talán bejöhetsz, de... Nem tudom, Laci milyen szervernek szánta őszintén, de... Hogy milyen szervernek? Fizessetek sokat, és akkor bejöhettek. Hallottátok a mestert? Én is most fizettem neki, most fölvéljetek én is, tudjátok, hogy működik ez. Ja, a templom, a vízi templom.
nincs is mélye. Andris, hogy vagy? Nem, köszönöm szépen, jó. Biztos? Majd segíteni fog az OTP, hogy felmenjék. Hallottad, Laci, azt mondják, hogy vagy az OTP meg segíti őket és jöhetnek játszani. Na. OTP meg segít. Jó. Képzeld, Andris, megrendeltem a... ezért az új íróasztalt, a gaming asztalt. Uh-huh. Gaming széket. Egy vadonatú ágya. Na, az jó. Még már széthagadtad az ágyat, hogy mi, Laci? Széthagadtad az ágyat? Hát nem, hogy már túl félbe tudod és... ugye, amikor ide költöztünk, akkor használhatottunk, hogy minél olcsóbb bejönni ki. Hát, ja, igen. Ugye, az asztal meg nagyon kicsi. Főleg, hogy a kormány el se fér, úgyhogy mindenféleképpen meg kellett oldanom ezt a problémát. Úgyhogy hétfőn telefonálnak és megosztják a videót. És össze is rakják. Szevasz, Máté! Ilyen ikás... satrendel? Vagy a K-hand... ja, az! Nem ikás, ez egy kicsit komolyabb bírva aztán, mint ikás. Az ikás az a drága összerakós, olyan, mint a izé a... origines játékok. Illi a szék is, az volt 150. Vagy a kinizsi. Nem is tudom az mennyi magyar viszonylag. Most nagyon, nagyon drága lett a euró. 330. Hát, valamelyik nap néztem, mert... akkor meg igen, jó. Akkor volt 331 egész valamennyi. Napokban volt, azt hiszem 340 is. Euróról van szó. Talán még a hét elején, azt hiszem. Valahogy úgy. Nem is lepődtem, hogy ilyen... ilyen drága. Szia, ananász! Végül is nem lett olyan drága. Mennyire számított? Hát, majd még át kell, mert nem volt bent a csáv. Akitől rendelted? Vagy vagy? Mert ez egy ilyen bútor volt, és a Möbax, úgy hívják itt ezt az üzletet, hogy Möbax, és az a csávó, aki ott dolgozik, a szombatonként nem dolgozik. Uh-huh. Ilyen képzelet, hogy ő szombatként dolgozik. És azt mondták, hogy már hétfőn csörög, és akkor beszéljük meg, hogy mennyi hozzá ki, meg mennyi rakja. De csak hozzá ki, hát ha ugyan összerakod, nem? Nem. Nem rakom össze. Laci, azért ne lustuljunk már el ennyire, na azért. Hát nem az, hogy ellustulsz, hanem garanciális. Garanciális, meg benne van az árba, hogy igenis jöjjön ki egy ilyen gamer asztalt, és rakja össze. Nekem jöjjön. Na, garanciával gondolom. Megérpaddal vagy mi a tökömne egy... csak a praktiker. Az, praktiker. Kamcsó, hello, Kamcsó, 98 vagyok. Hát, jó. Nálunk Mömax. Mömax. Hát van Mömax, Mömax. Szia, Mark! Szia! Hello, Mark, mi újság? Hány öres a live? Fogalmam sincs, annyi, amennyi jó esik. Mi van, hogy van itt az ajtó? Nos, nem ja, persze, tegnap is 12 óra után mindenki hagyjon békén.
Makamnál nem, ott makamnál szabad kéz van, tehát azt balmez ki, akit akarsz. Egy szó nélkül. Kamcsó, ne arra, de most nem tudsz jönni egyrészt, mert másrészt whitelistes, a Xero harmadrészt már be van megtárva. Na, Renász, hogyha belájkolod a Facebook oldalt, akkor tudod, mert írtam ki egy posztot róla, amúgy. És eleve a hamis Minecraft-os fő se tud jönni. Ebben kell kezdeném. Na, gyertek, Pipik, csináltam nektek ollat. Én tollat értettem, de tudom, hogy ollat mondtam. Ahó. Balázs, kifelé! Szegény Balázs! Esküszöm, már sajnálom. Tényleg? Amúgy igen. Megint nem mennek elfelé a izék. Mondd meg neki, hogy afkoljon máshol. Ja, Post Malone. Azaz. Jó vagy, Máté. Elregyed, arra, Megyünk az új ollatokba. Fönt vagy a Pipiknél, Ax? Igen. Termesztem, hogy mit csinálok. Egyébként, hogyha azt nekik, figyeld, itt a kis csibe. Ilyen. Itt a kis csibe. Kezedbe veszed a magot, és tudod nevezteni a kis csibét maggal. Hát nőnek azok maguktól is, de én most vároztattam, itt lett három új kis csip. Apá! Lol? Ez érdekes volt, ez csak átjöttél rajta jól. Látom, hogy mit ír a kamcsol, de nem kaphatja meg az IP címet, és nem is fogja megkapni. Controls, pass. Megbeszéltük, 100 millióért mindent megkaphat. Meg azt is, hogy Laci hol lakik. Nincs. 600 kilométeres körzetben. Így van. Laci a romantikus. Na. Most már van három kis pipa. Nagy baj nincs. Van hat, csak hat smaragdunk. Smaragd? Minek az meg? Jó. Hát már úgy sinak. Aha. Nekem két smaragdom van. Dorsan nekem nincs egyet. Olyanom, hogy kedvenc videós. Sose volt. Nekem van. Kedvenc videósom. Köszi szépen, ha még fel is iratkozol, akkor összegyűlök a kívánságod amúgy. Igen? Mondd ezt? Nekem van kedvenc videósom. Érdekel kell? Ha már így belekezdtél, mondjad. Úgy hívják, hogy Axel Energy. Jó, nem... Halálkom. Nem rövünk. Úgy hívják, hogy Axel Energy, és havonta kettő live-ot letol mostanában. Jó. De rendetlenek megtök. De te is live-olhatnád amúgy. Hogy hogyan csak párasztottad a csirkéket. Meg, hogy csorog úgy a könnyem, meg minden, tehát... Most én értem, én erre ne nagyon menjél, én erre voltam, erre félelmetes nem menni. Na, ez nem probléma, Axel. Szerintem úgy sincs, nem látják. Jó. Mondd azt, hogy siratsz valakit. Jó. Siratja a nyarat. A régmúlt ifjúságot. Amúgy nem szedsz ilyen klaritint, vagy valami ilyesmit? Axel. Bocsi, nem figyeltem. Mindjárt. Claritint nem szedsz, vagy valami? Sok mindent szedek. Még nem jöttem rá a nyitjára, hogy mitől múlna el teljesen igazán. Hát teljesen nem fog elmúlni, csak enyhíti. Van, akinél elmúlik teljesen, tehát, de
Még egyenlőre nem jöttem rá, semmi más allergia nincs, ez a parlagfű, ez meg minden évben volt ilyenkor, szóval de más, semmi más tényleg, szóval, de parlagfű az mindig becsapja az a... Na, gyertek be! Be! Na, gyertek, úgy, megyünk haza. Fájfévek, jól látod. Gyertek úgy, aztán rebék, boc is becsapnak az ütközön. Tomi, hogy hát lehet, hogy igazad van. Nem is, nem néztem utána annyira ennek a új generálásoknak a dolgaira. Jössz már vagy, mi lesz vele? Az igaz, hogy régebben sokkal lassabban töltötte be a játékot, de viszont nem voltak a szervereken ekkora lagok. Az igaz. Axel, itt még van még egy izé, egy csontvás spawner is amúgy. Csak most nem arra jössz. Mert két zombit azt még ütöttem, de aztán jött a csont. Hát te ide nem jössz fel, azt most megmondom. Nézd már ezt az állat. Amúgy is tele van a feneked nyilvesszével. Még? Lőni még mindig nem tud a Pali. Ha legalább akkor kinél újra a szőrte, azt ugye le lehet bírni. Gyertek már, a jó Isten áldjon már meg. Laci befogja az állatokat, gyertek már! Fejedbe is van egy Andis. Laci, Axelnak további jó bugrás neki. Köszönjük köszi, szépen. Csetorvos úr, köszi. Na, jöttök vagy, itt alszotok. Figyelj már. Jöttök vagy, itt alszol meg. Nem mindegy, gyere már. Azok összekaptak valamint. Gyere, gyere. Ó, most itt belősz a lyukon. Be hát, rohagy meg. Na most mi lesz? Na jössz vagy itt maradsz? Tessék jönni, azaz. Laci, ha azt a bocik nem meghalnának, akkor nem men... hallanák, akkor nem mennének veled, ugye? Hát megcsináljuk farmnak, amúgy. Gyertek már. Csak már ez az indexkép, amit van majdnem egy két hetes. Hogy ezt még akkor csináltam, amikor a Laci a leges-legelső szervet indította el. Azután már hányadik szerv, hol vagysz? De most tudom, hogy... Nem tudom, elég sokadik. Lesz, az XP farm az kell. Gyerünk. Gyertek már, éhen halott. Miért ide krákogott a láma? A fülembe. Hello. Guten Tag. Hallo Lama. Kommenzi hirtelen. Top rúcolókra elnevezünk egy lámát, mit szóltak hozzá. És mindenkit megtámadunk a szerveren, és mindenkit leköbösnek. Axel a Discordon átírt a nevem Dr. Csabi bácsinak. Aha! Igen. Azt hittem, hogy azt írta, hogy Dr. Ő írta, hát nem én írtam, hát ő írta, hát én is láttam, hogy Dr. Csak. Felvetted a fákját, legyen ott írt. Azt hittem, hogy ilyen Dr. Kinzónak írtad meg, nem? Kinzónak. Gyere már! Na. Hm.
Mondd is, keressünk vasat, mert nekem kéne valami pajzspáncél, paripa, mint. Van most annyi, amennyit szeretnél. Te meg jó kutya vagy, de hozok neked csontot, de az csontot egy jó. Nem is csak hozzak neked, hanem van ilyen vaskardom, azt levágom. De azt majd később még oda megyünk. Bundádat. Csak ezek a csontik az elmúlt 6 frissítés alatt erősebbek lettek. Sokkal. Adok neked olyan? Ne bántsad a... Andi, és itt olyan csomó baribárány, ezeket kapjuk már össze valamit. Én malacokat kaptosok most. Hát nézd már. Holva tűnt a fehér? Kinyírta, megverem őt, esküszöm. Hej! Hát megölte az anyád, úristen! Ez a kérdés, hányba játszok? 1.14.4. De már kijött az 1.15 pont, hát az 1.15-hez kijött már az update, és a snapshot. Hát mit csináltál, te jó ember? Hát megölted a pár. Na jó, na, te még gyere, mert még te még életben vagy. Na gyere! Úgyre szenvedtetek még egy napot. Elmenjél, mert kapszolják. Még egyszer legenerálja azokat a csákokat, amiket egyszer betöltött. Jó, jó értettem, amit írtál, Tomi? Akkor ez érdekes. Még itt volt mellett a Max-szel is eltűnt. Na, gyere. Gyere, menjünk. Itt vagyok nem messze, most nyullakat találtam. Nyuszi-huszi-husi is van amúgy, meg a kapsz műszínálba, tehát például magasugrás spotit lehet csinálni. Na, azt szerintem most mit csináltam, minek az be? Ezt kérdezik tőled, hogy mit csinálsz most. Na most te meg, hogy később visszajött. Rendben. Buda, jössz! Megyek! Melyik be? Én most képzel, Csabikám, én most próbálnék vasat bányászni jó sokat, hogy csináljak magamnak pajzsot, meg páncélt. Axel, találtam egy szakadékot, gyere! Bárányokat, meg minden, úgyhogy végülis több minden, mert csirkéket már pároztatom, az megy, de többi állatot is szeretném. Mondus, te mit csináltál? Én azt hittem belesek a vízbe, de nem. Remélem ott van Axel valahol a környéken. És nem! Ne csináld! Itt vannak a nyulak, látod? Aha. Ezek sivatagi nyuszik, de van olyan nyuszi is, amit támad, azzal vigyázzál. Gyere, gyere, gyere. Megyünk. De, gyere. Gyere már. Az hát. Most nem tudom, hogy hol van ez a szakadék, amúgy most ezt meg kell keresnem. Azonban fogalmam sincs, hogy merre volt ez a szakadék. De szerintem itt a hegyek mögött volt valahol. Gyere. Egy bárány tudok hozni csak meg. A másikat kinyírták a kutyák. De megbosszunk. Akkor le kell cserélni a földet fűre. Van egy szakadék. Az a szakadék volt az? Hát de miért nem raktál már le? Nem volt egy szakadék. Visszatértem. Tényleg? Én meg kibannoltalak. Maximum kikikkelted, és hol a többi cuccom, itt úszik-e? Van
Majd legközelebb lép ki, hogyha elmész hosszabb időre, mert egy teste van, meg nappal is. Na gyere! Peti lépne amúgy, de figyelj az... Tudnád, hogy milyen jól tudok parkúrozni. Gyere! 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 Gyere. Pipivel beszélgetsz, Laci? Bárányra, kivel? Na, ja, azt hittem Pipivel beszélgetsz. Megkezdtem megijönni. Na. Nem, amúgy a Balázsnak mondtam, hogyha legközelebb izé kimegy. Gyere, Zoli, lefekvés van. Én ott csak most. Ha legközelebb elmegy a játékból, akkor legyen olyan kedves, kilép. Szia, Excel, beléd álltam, mit szólsz hozzá? Megfés. Jó, hangzik. Na, most már lefeküdt. Zé. Azt kérdezik, hogy Piro 2007. 2007 a születési éve? Már hozzam a lóbört amúgy. Azt csinálsz valami házat, hogy most mindenféleképpen bányában akarsz élni. Én most megpróbálnám ide, csinálok egy másik karámat, és megpróbálom ide elhozni a bari bárányokat. És azért van már nálam egy kis búza. Oké. Okay. Ide valahova elhozni. Vagy ott a tetőre, nekem ott is jó, ahol az izék van. Mindegy, csak hogy legyen már. Csinálsz ide egy jó kis lépcsőt, ezt hello. Mondom, hogy egy kicsit kiszépítjük, hogy ilyen. Mondták nekem, hogy ide lépcsőt kell csinálják, úgyhogy nyugi, ha ezt lépcsőt. Csinálsz gránitból, meg ilyenekből, azt tök jól fog kinézni. Nem pazarlom a szenet, csináltam belőle blokkot, mert nekem van itt a textúrán belőle egy ilyen csalási lehetőségem, látod. De ahogy van olyan? Nem csalik senki. Nem csak némelyik textúrapakban benne van az, hogy mondjuk egy leállvás födőre 100 blokkot tudsz kiégetni, egy szénblokkal 80-at és így tovább. Csak hozok még egy bárányra, már másikat megedik az FIA kutya. Hát így van, pont jó, már megnyírom. Pont jó, olyan hosszú ideig hoztam ezt is. Ez is az Andrus hibája. Persze, egyértelműen. Itt erre az Andrus hibája. Talán azért, mert Andris túl jó, hogy ebbe az... Az is lehetséges. Ugye ő csak, hogy szívan vérét. Nem veszi komolyan. Vámpír vagy, fúj. Igen, a Laci féléket hívják, úgyhogy energia vámpír. Leszipóznak, aztán nem tudod, mitől vagy fáradt. Energia bomba vagyok. Ja, de azért ez, azért még a munkatársaitól kikérném a véleményt, hogy most ez valóban így van-e vagy sem. Nyugodtan van lengyel is, orosz is, ukrán is van. Hát jó. Meg román is van, mindegyiket is. Ja, meg német is van tényleg. Németországban német. Főnök. Az csoda. Ja, igen. Nem csak német dolgozó van a cégnél. Egyedül a főnök. Meg egy pár stableros, aki ugye ül a targoncán. Ülő targoncában vannak. A többi az mind lengyel, ukrán. Magyar vendégmunkás. Főnök. Igazad van, Tomi. Oké, na, szia. De tudom, hogy neked az ETS tetszett amúgy. Köszönöm.
nem mondjuk holnap Axel délelőtt mehetnénk egyet gurulni. Ilyen fél tíz körül. Mehetünk tőlem is. Most már jön úgyis a szünet, tudod, újra el kell kezdeni gurulni délelőtt is. Szünet. De akkor már csináld már úgy, ahogy régen volt az, hogy jobban bírt, ja, mi? Mi volt régen? Nem tudod, Lacika? Mi volt? Mit csináltam régebben? Ugyanúgy live-ben a főzés. Nem értette ezt. Hogy én most mire gondoltam? A délelőtti live-ok kapcsán. Fél évvel ezelőtt? Ja. Hát az annyira. Hát annyira egyikőttük se ér rá szerintem, mint annó akkor. Várjál. Hol van mi? Ott van mi. Ez az öt birkából egyet csak elviszek haza. Gyertek, jaj, de okos ez vagy, szóki, de jó. Jobban észrevehető a vas, amúgy. Szia, Robika! Azt mondja, hogy második lett a Hamilton, harmadik a Bottas, negyedik. Köszönjük az információt. Ki lett a harmadik? Én Fortnite versenyen. Bottas. A Forma 1-be. Na, jöttek fel? Tegnap néztem a időmérőket. Csak engem nem érdekel? Na, ne haragudjatok már. Hát... Tudod mi a Robi? Ismered. Hát persze. Na, azt mi van abban, mondjuk tesz, tegnap előtte történt a találkozás a Forma 1-be. Azért úgy kemény, szétvágta a testét a kocsi. Nem tudom, de tegnap a Forma 1 az időmérőn kifüstölt egy Alfa Romeo. Csak egy Alfa? Uh-huh. És a Beta az hol van? Komolyan mondom, hát megörülök. Eddig kell könyörögni, hogy gyerte. Na, jössz tök, hogy mi lesz? Hozok még négy bárányt. Oké, okay, Tomi. Az jó. Különböző figyelkező példányt szedni. Majd talán... Hát, Robikám, azt én is sajnálom, mert nem jó dolog, hogyha valaki is meghal az életbe. De viszont ezek a játékosok tisztában vannak vele, tehát olyan sebességeket alkalmaznak. Ilyen 300 meg 200 kilométerre úgy elmennek, hogy ők már ebben tisztában kell, hogy legyenek, hogy... Egy rossz mozdulat, egy megcsúszás és az életébe kerülhet. Nem fogok halni. Ezért van nekik jó fizetésük, meg extra biztosítás. Menjél már! Köszi, ebből a live-ból lesz. Abból live lesz, amikor reggel eltérsz ezt a igen. Hát most jön az, hogy a kurvás urán fognak érni időszak. Meg eltérsben is a sok kisgyerek eltűnik. És lehet normálisan közlekedni. Azért szoktunk délelődni. Azt gondoltam, mi másé? Nem, amúgy... Figyelj már, neked külön kérményt mondjak be, vagy mi legyen már? Fizessél neki! Oh, gyertek már! Szolikám, hozzá már nekem egy kis kaját, itt vagyok az út közepén. Mindjárt éhen halok. Azt se tudja hol van, de vigyenek neki kaját amúgy. Itt vagyok a ház mögött. A ház mögött hol? Rá
rám tud tépizni. Na, az meg a másik, igen. Engem már, én már rohadtul nem érdekel, hogy mikor kelek, mikor fekszek, tehát... Adj nekem valami, hogy valamit megy. Leestem oda főzre, ott. Szia Feri, Andris is eltűnik, hova tűnik el Andris? Szia Feri! Szia! Hol? Hol, te a díta alatt. Hát megvan, köszi. Annál hajtolák ezen minden együtt. Hát nem baj az, ha iskolába lesztek. Ez sajnos benne van, na gyeritek, menjünk. Az is benne van, hogy a kutya nem fog nézni senkit. Na, csak az, aki délutánra megy dolgozni, talán az. Volt annak nézettsége. Anno is. Anno is, attól függ, hogy kivel csináltad. Axella. Az attól függ. Gyertek, menjünk haza. Viszek Kaxel neked vazsat? Hello. Kibont faragva az út is. Ez az. Szavasz, Alexander. Írja elég baj. Pont az lesz jó, hogy mentek suliba és nem ott unjattok. Hogy akkor holnap nem megyek iskolába, és a találódat nézem. Most az iskolából is lehet találni. Szabadon én. Követni a live-ot. Hát én akkor azt csináltam, onnan néztem Axelt, még be nem csöngettek. Még órán is képes lettem volna ezt nézni. Mondom, még a szakmai termünkben ott még volt wifi, mert az előző végzős osztály csinált wifit oda. És mi is gondolkodtunk azon, hogy összedobjuk a pénzt, veszünk a suliba egy routert, azt csinálunk magunknak internetet. Ezt az a mobil internetre gondoltam. Szia Feri! Itt a kertezeket a fákat ki lehet vágni? Igen, ütesd vissza. Nem tudom. Gyertek. Zoli! Megint bezavartok a birkákat. Zavarják a tenyésztet birkáidat? Szia nem, Bakos még Norbert, szia! Gyaloglunk hazafelé. Aki esetleg még nem volt a Andris barátomnál is megy a live-fel, kiáltolja le Andris. Hé, te, hova mész? Elég már megkérem, akkor beírja, és akkor kijön Andrisnak a linkje. Kukkoljatok át oda, és azt dobjatok egy like-t. Iratkozzatok föl. Tényleg Andris megvan már 800. 802. Az igen, nem. Hallottam van szépen. Köszi Dani. Igen, Dani, te voltál 800-adik. Zoli, becsukod az ajtót. Ez a új generálási problémák miatt van egyébként. Megvan.
És fel vagyunk most 5-4-6-an. Igen. Jó. Nem egy területen vagyunk, szét vagyunk osztódva, meg stb. Az is közrejátszik most már. Na, így van. Jó, akkor ez megvan. Akkor most már van csirkénk, meg bár... Meghalt egy nyuszi. Van elég szó. Mi lesz ebből? Szió! Ó, itt van vagy. Föltöltöm azt a terület. Az akáciafa vagy milyen isten ez kell valakinek? Akáciafa? Olyat nem is. Nem kell. Miért kellene? Csak azért, mert majd kinőtt. Pár napja. Na. Na végre elborult már. Félleg borult, csak hűljön le. 18 fokra az idő, és én már boldog vagyok. Ja, Axel bácsi is Minecraft azok bezony. Ugye milyen meglepő? Axel, meglepődtek rajtad, hogy te milyen bűnöket követsz el mostanában. Nem bűnök. Na figyelj ide! Ott meg lett merényelve. Na. De használod azt, hogy csak automata ugrást, én agyrákot kapok tőle. Ki tudod kapcsolni? Tudom. Akárhány szó be van kapcsolva, én mindig kikapcsolom, mert idegesít. Na, a lényeg, hogy... Megadjon az élet. Egy. Én csinálok ebből blokkot amúgy. Nem van olyan félmények. De az ilyen köves part lesz, vagy ez? Köszi Andrés! Valakinél van egy kívül. Mi? Mehetünk aludni megint. Mehetünk aludni? De jó, jó, szép a növényzet lenne. Gyerünk el, elmegyünk aludni. Mi van, Jócs? Egy darab asztus. Mit csináltad? Hát mert elhasználod a helyet, hogy ordanád befele, hazabá. Hát te hoztam, vagy 20-at napot. Te hozzád, hogy vannak vasszert, ahol felfelé használtad. Ezért mennyi, aztán csinálja. Kiállította a vasszákját, vagy mit ásolt. Hát de az ásat kinek csináltad vasból, nem lett volna jó kőből. Hát igaz, de a vasból csináltam, már még nincs gyémán. Több ásó is van, vasból. Hát akkor Zolikám arra van a bánya, ott lent. Kérde. 9-ig le van ásra, azt akkor... Körülnézze. Nézzék körül. Hát, ha találsz valami. Biztos. Hát lassan már vagy elő a kutya, csak Isten kell, Isten egyéb. Na, botoltam. Mondom, megjött a Jenő úr is. Jenő! Kurszúj, botolta. Vassákjával ütött. Meghalt a botorkán. Meghalt? Ja, nagyon látom. Mindjárt én is meghalok. Baszfáj szépen végül nagyon látom. Ennek elfogyott a felszín, vagy... Jó. Ja nem, majd van belőle.
van még a fakardból is. Annyi a fakardos táj. Na. Fél szívvel hagyott el a boszorkány, de rá kivégettem, adott egy szemet. Ezt még nem vette észre senki, gyorsan kimávom. Fahiányba szenvedsz, László? Szén. Mondom, fa? Elmegyek el ahova. Ne, nyilas, Misi. Meg itt is. Na. Jó, nyilas, Misi, hüvéje. Ó, kiépedkezik tóparti házat. Jó, kupa. Szerintem a vitra. Hát végül is nem csodálkozok rajta azon, hogy vízpart mellé költözök. Hát mi is ott vagyunk, csak a sivatag vízpartot. Most se tudom, hova akarok menni amúgy. Na. Mi újság, Feri? Még szeretsz rólkodni? Nem szúr egy kicsit a mellkasot. Mit? Nem szúr egy kicsit a mellkasot. Az előhőt a füvedből nyárt ki a mi. Ja. Mindjárt, hogy meglőtt akkor. Na, hol van? Ott van a Creeper barátom. Igen, meg pókot is hallok. Milyen jó lesz. Végre szakad az eső. Ezt vártam már két napja. Jaj! Akkor küld Axel felé. Már megint, Feri? Felháborító ez az egész. Azt kell, hogy mondjam. Jaj, de jó. Pók is, Creeper is, minden van itt. Jó, de jó. Mit szólnátok, ha fölrobbánnátok most? Én azt utána, amikor a nyilas misi, a Creeper meg a Pókonex. Kaptam TNT-t. Viszont még itt mennyi Creeper van? Itt meg a nyilas kicsi lő rá. Köcsük. Még egyet. Juhu! Kicsi, pusztulj! Jó. Ezért muszáj volt lejönni, hát. Te ne, három nyilas kicsi. Már nincs, hogy nem mész leérte. Ne, Zoli! Mi? Csak úgy jönnek ezek. Csőstű. Zoli, te ilyenkor mit csinálsz amúgy? Csak hogy megkérdezném. Próbáltam harcolni a három gyilagszát, meg a két kívben. Nem tudom, én azt kikapcsoltam. Ilyenkor nekem az ugye le van kapcsolva, ha megy a live, akkor olyan módban van, hogy én ezt nem látom. Na most nem robbantak a creeperek. De én átszoktam. Sokat kinyírtak itt nyilas misit. És újabb boszolta. Na és találtál már a sércet? Igen, csak boszorkány is itt van. Négy darabot találtam. Cica! Akkor most megint mindjárt meghalsz, nem? Hát igen, már nyilas kicsi boszorkány. Creeper. Boszorkánytól jobban féljél, mert az híleli is magát. Tudom, hogy szeréti. Itt a báj talált. Meg a boszorkánynak több élete van. A legtöbb élete az Endermannek van amúgy. Vannak 40 van.
Ja, egyél már, légy szíves. Hajnáljuk, nem nyer. Nincs. Nem se tudom, hogy merre van. Egyébként a pajzsot lehet festeni, Axel, amúgy. Cínezni. Hűha. Hátra megyünk. Megint vas. Na végre. Otthon vagyok. Én otthon vagyok. Akkor ne jegy meg. Csak csupa szeretet. Üdvözlésem beled. Én is éreztem. Hát ja, rendesen. Pont is gyere ide hozzám, tanítsál ez. Mi? Ez egy spawner. Na. Egy fél perc pillanatot kérek, ne? Muszáj elfeladnom a mosóba. Ó, hagyd meg! Úgy látszik, tényleg be kell rakni ezt a halálszámlát. Figyelj, kivéljél a csontvált. Nem tűzlek el. Van nálam, hogy hal bőven. Ez, kérlek szépen, ez egy spawner, ebből lehet csinálni XP farmot. És a csontba tud csinálni csontport, meg fehér festéket. Csontporra meg tudod növeszteni a növényeidet. Ja. Csont is. Itt meg ezért vannak tárgyacskák vannak a ládában, amiket kivettem is. Ja. De lehetnek benne puskapor, fonál. Meg némtek cédula. Títed. Nem messze a feljárattól. Ja. Igen, ugye hallottuk. Na, nagyon vártam a nyilas kicsit. Na, vissza is érkeztem. Bocsáss meg, nagyon nem tudod. Vissza is érkeztem. Na, jó, jó lesz a múlt hűnő. Na, már van 13 vas, az is van. Jó, hát tényleg beteszem ide. Sértek a kohóma. Ez mi? Szállított hína? Nem tudom, mire való a szállított hína. A hétel. Mit jöttél? Ne! Zombi, hát. Úgy látszik, hogy ez a pár az agyá. Zoli bezombult. Megint? Még mindig. Az ilyen. Puskapor is van. Ha érdekel valakit. Nézzétek, már hüssöl a láma és béget. A zombi léget ki, hol a kívül? A játék szerint a láma az béget. Valami misi. Misi is van. Az is van. Bőven. Meg nincs. Zoli! Én azt vettem észre neked, ez a féti. Ja. Nem hallhat meg, idegbeteg lett szerintem, vagy nem tudom. Hát egyáltalán nem örülnék, hanem végig. Ha valaki itt is robbantott. Csak lementem szétnézni, hogy mi van Zolival, de inkább följön. Inkább, nem, mert meghalsz te is vele együtt. Talán egy borzasztó dolog történik ott elő. Hát elrombik. Én nem tudom. De vasztaltam. Nem tudom amúgy, hogy ez hogy lehetséges, hogy én mindig ilyen, ilyen áldozatba kerül. De hát, jaj, mi? Én sem tudom, de szegény Zoli. Itt mindig történik vele valami. Hát ja, ez van. Most elbújtam, hogy jönnek a zombik együttesével, feljusson. Na, Andris, majd én már tudom.
Nem csak volt a ládában, nyilván tényleg felvettem, hogy átpakolom máshová. Mond. Ne, a botorkán. Itt ami kivonásra hamó, az valami szervezet. Ő. Azt mondja, hogy... Na, ki tépézett rám? Zoli. Zoli, mi van? Meg fogsz halni? A botorkán! Megdobott a boszorkányt, látod tőle. Nézd, Axel, mutatok neked valamit, nézd, hol vagy? Itt vagy a vízné? A faluhoz eljöttem megnézni. Körbe van kültetve. Egy ilyen kis csónakot ledobott, hogy szétnézünk. Jó, majd én megjegyezzem a koordinátáit a házikónak. Köszönöm szépen Aurelius-nek a loot szót. Like-ja, meg forever. Ó, még a kajám is elfogyott. Ez nagyon jó. Elmegyünk, szétnézünk, hogy mi merre hány méter. Hát, ha találunk valami szép fajn környezetet. Még megállunk egy kicsit, hogy töltődjön. Én elfelejtettem, amit akartam. Jó. Van Axi, éhes vagy? Éhes, igen, mert... Nagyon dörög az éj. Hál' Istennek, mert tudod mióta vártam én ezt a jó kis csehe puhit. Már nagyon. Nem csak te várod már. Én pénteken alig értem haza, és már elkezdett zuhogni. Hát ez olyan. Leálljátok magatok, nem tudja három darab. Ezekkel nem tudsz kereskedni, nincsen izé foglalkozásuk a izékre falusiaknak. Ja. Nézd, ezt mondtam Excel. Ezt a harangot itt. Ja, az előbb megkongattam én is. Na, amikor jönnek a raiderek, azok ezt meg kell nyomni, és akkor befutnak a házukba. Ja. Itt egy gólem is. Víz alatt itt. Igen, ne is meg a falusiakat, mert a gólem kinyírt téged. Állj, hogy talán Michi majdnem kinyílt. Jaj. Viszek céklát haza. Oké. Jaj. Oké. Na, most mi van ilyenkor? Nem lét. A szörnyű. Nem tudom, hát lőttem. Tépéz már magadra, légy szíves, Imi. Mert te nem tudok tépézni. Az anyádat botorkány dögöljük el. Kiszálltam a csónakból, mondom, megnézem itt ezt a templomot, a víz alatt itt, de nem tudok sem erre menni. Kösz. Víz alatt itt tömpőle. Boszorkány vered. Szegény Zoli! Na mindjárt. Meg akartozta. Még nem csinálta meg a jenő, hogy működjön. Gyáz, gyáz. Már megint nyíl a kicsi. Jó, jó, most gyorsan megcsinálom. Beszakadt a bány. Ott is. Látom. Jártam, jártam. Majdnem rám szakadt. Majdnem rám szakadt. Szia, Vidrus. Ismét Vidrusom, hogy megértél.
Álom. Na, azt így illak botorkány, bosszus vagyok. Most a fájtévány illak, azért is. Dörőjjál. Kilépek egy-két perc, ha jövök mindjárt vissza. Oké. Isten. Na. Ja, itt egy fákat tettél, még látom. Ezeket nem azt a kapulája is lündös. Piro. Azt mondja, hogy... Mi volt a vidra lánya? Én rá haltál vidrus, vagy mi? Ahogy a benézők, mi az itt? Ó, ez a bánya. Szerinted fogok kapni valahol levegőt, vagy itt halok meg? Jó, megúsztjuk. Egy pillanat, jó, és ugye visszajövök. A legegyszerűbb módja egyél. Ezt. Talán bejöttem ide a házba, és még most itt tartok, most múlt át. Emeletileg, ha elszel, akkor egyből el. Ha meg nem. Nem múlt át, de álmúl. Ha meg nem, akkor így jársz. Hoppá. Na. Fáj szíve, ha nagyon vártam, de hát azt már javítom is van vas. Azt mondja, nem tudok enni, nem tölti vissza a csíkot. Nem tudom, miért nem tudsz enni. Ja, hogy nincs négy pontom. Áj. Emily. Látod, én eszek is visszatöl. Na, akkor azt mondja... Egy év valamit. Mindjárt jövök. Jó. Van egy vaspár. Készen van a halál is. Kíváncsi vagyok, milyen ki a... Harang. Sziasztok, itt vagyok, visszajöttem, visszatértem hozzátok. Ja, tényleg. De akkor szerintem már ez a Minecraft ez legyen ennyi. Aztán majd még lehet, hogy még később jelentkezek egy ETS-sel. Fogjuk, hogy hányszor. Meglátjuk, de holnap este szerintem biztos, hogy lesz valami. 5 után valamikor. Vagy lehet, hogy hamarabb. Na, de fontos ember lettem hirtelen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm még egyszer a 800 feliratkozót. A célunk a 810, lehet, hogy a később ilyenben még veszek fel videókat, és azokat töltök után fel nektek. De valahogy ezt még meglátjuk. Addig is további szép délutánt. Sziasztok! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's